és folytatjuk is a délelőttöt, és mielőtt a szintén rátérnénk a következő vendégeinkre, el kell, hogy mondjuk, hogy Pál Gergő jó voltából a Bonum Televíziónak is lehet felajánlani adó 1%-ot. Ezt a SZÉF Színház és Filmművészeti Alapítvány javára tehetik meg. Az adószám pedig a 18 98 25 76 14 és 2-es. A cím az pedig 1146 Budapest, Abonyi utca 4. És ahogy Dani mondta, már itt is vannak a vendégeink, az Erhard házas pár, Gyula és Krisztina. Köszöntünk titeket a stúdióban. Sziasztok! Sziasztok. Ti már 48 éve házasok vagytok, ezért is gondoltunk, hogy meghívunk titeket a mai adásra, hogy kicsit majd erre is ki fogunk térni. De az első kérdésem az lenne, hogy hogyan indult a ti közös utatok, hogy ismerkedtetek meg? Hát, mikor megismerkedtünk előttem, már 3 hónapig egyikünk se járt fiúval, lányjal, és ez egy ilyen kibírhatatlan idő volt. Ez ilyen nagy számnak számít, ez a 3 hónap? És akkor egy barátja számháborút hirdetett, ahova 70 embert meghívott, és engem kért meg, hogy a számokat írjam meg. És 2 találkozási pont volt, a Margit körútnál, a Hévnél és a Budai Ferenceseknél. Én oda mentem reggel misére, ő meg ott várt a Margit hívnál. Na most az volt a helyzet, hogy én akkor azt álmodtam éjszaka, hogy most fogom megismerni a feleségemet. Csak a problémám az volt reggel, amikor ez úgy tudatosult bennem, hogy a 70 ember közül hogy tudom kiválasztani majd. Na most az érdekes az volt, hogy én ott vártam a Hévnél, akkor még fönn volt a végállomás a hívnek, és akkor láttam, hogy ez a nagy társaság jön felém, leszállva a 6-os villamosról, állt a barátomból és 2 lányból, nem jöttek el. Na most az egyik lányt úgy messziről tudtam, hogy ezt ismerem, és arról tudom, hogy ez nem jött szóba. Mondom, Jézus, mert akkor a másik lesz az én feleségem? És akkor jött a Krisztina, a kezet fogott velem. És én rögtön tudtam, hogy ő lesz a férj. Na most számáborúban nem megy semmi, de azért a kiránduláson már kézenfogva mentünk haza. És utána pedig egy ifjúsági hittanra jártunk együtt. Viszonylag ritkán találkoztunk, hetente egyszer. És igazából ez a hittan arra volt jó, hogy egymás gondolkodását megismerjük. És tulajdonképpen ott értük át azt, hogy a családból hozott kereszténységből, ami egy szép volt, de mégis inkább szokások voltak, hogy átmentünk a felnőtt kereszténységbe, amikor már mi magunk döntjük el azt, hogy valóban szeretnénk templomba járni, és egyáltalán az egyházért élni. Tehát ezek a dolgok tisztázottak. Ugyanakkor viszont engem nagyon zavart az, hogy számomra az a lány, akivel később az egész életemet együtt leszeretném élni, úgy éreztem, hogy sok mindent kell, hogy tudjon, ami fontos ahhoz, hogy együtt lehessünk, tehát kell tudni biciklizni, úszni, evezni. Tehát azért voltak elvárások a részedről, fogalmazunk. Én most beszélni arra, hogy hány pontot lehet leírni. És mondtam a Krisztinak, hogy én 5 évet adok arra, hogy megismerjük egymást, persze 3 év lett később, de minden esetre Krisztinak ezeken a vizsgákon végig kellett menni. Tehát például, amikor már megtanult úszni, akkor utána betettem a kajakomba, és bevesztünk a Duna közepére, és fölborítottam azért, hogy amikor majd túrára megyünk, evezős túrára, és fölborul a hajó, akkor a pánik az, ami a legborzasztóbb, hogy ez tudja, hogy ez normális dolog, és ebbe belement nagy szerelmesen. És hát mindenbe belement. De te tudtad előre, hogy fel fog borulni a... Ja, azt hiszem, hogy ez egy teljesen megnevetés volt. Nem, ezt én tudtam, és úsztam mellett, és én borítottam be a csónakba. De a másik igazából inkább az volt, hogy nekem nagyon fontos volt, hogy egy keresztény lány, hogy mennyire szereti a gyerekeket. Na most ezt megkérdezem, akkor. Mindenképpen azt mondja, hogy szeretem azt, ezt nem lehet megkérdezni. Ezért az egyik randevunkra kölcsön kértem, anélkül, hogy ő tudott volna róla, 3 éves unokahúgomat, és kíváncsi voltam, hogy reagál erre, hogy azt mondja, hogy figyelj, én veled akartam sétálni, most mit csináljunk ezzel a gyerekkel, de nem ez történt, hanem elmentünk egy játszótérre, és ott hintáztatta, homokozott, én megfigyeltem, és átment a vizsgának Krisztina, hogy szereti a gyerekeket, és tud velük bánni. Ez nekem nagyon fontos volt. És én aztán később, bocsánat. Később? Nem, arra gondolok, hogy később utána hogyan formálódott a szerelmetek. Szokták mondani, hogy ez 1-2 év után lecseng és átalakul egy szeretett kapcsolattá. Hogyan folytatódott? Nem, a szerelem az mindig viszont kicsit ilyen hullámvonallal lehet ábrázolni, ami egyre magasabban, de azért hullámvonal. Igazából minket... Az első próba az első gyerekünk születése. És hát azután... Volt, ugye? Igen, tehát az, hogy ez a részemről eléggé rózsaszínű volt ez a szerelem,
És így az együttélés kapcsán azért kiderültek, hogy hibái is vannak. Persze nekem is. De előtte ezt nem láttad? Vagy nem láttátok egymásban? Én nem láttam. Később derült ki. És hát ez egy elég nagy krízishez vezetett. Ő úgy fogalmazta meg akkor, hogy most már megértem azokat, akik elválnak. Bár hát ez később volt, ez nem rögtön az elején volt, ez már több éves házasok voltunk, amikor olyan problémák voltak. De ami érdekes volt az, hogy én egy olyan családból jöttem, hogy mi mindent tudtunk. Tehát én nekem nem kellett egy lány ahhoz, hogy megmondja, hogy mit hogy kell csinálni, ezt én mindig meg tudtam mondani, hogy mi lesz. És a Krisztián nagy szerelemben mindent elfogadott, és több év telt el, amikor volt olyan eset, hogy kimondta azt, hogy valamit ő máshogy lát. Na most hát én szerettem, mit mondani, jó legyen úgy. De én tudtam, hogy amit én úgy javasoltam volna, az lett volna a tökéletes, de hát jó, most úgy lesz. És ami igazán érdekes volt az, hogy aztán később ezt csak megint, amikor mondott valamit, hogy máshogy legyen, mint hogy én gondoltam, hogy az jobb megoldás volt, mint amit én mondtam. És ezen nagyon elgondolkoztam, hogy lehet az, hogy... És lassan, évek alatt jutottunk el oda, hogy meg tudtuk fogalmazni azt, hogy nem az számít, hogy... Tehát, hogy mindennek a mi kapcsolatunkból kell megszületnie, mert tehát az, hogy egy gyermek, ami kapcsolatunkból születik meg, az normális, azt tudjuk. De az, hogy minden más dolog olyan, hogy amit az én véleményem csak az egyik fele annak, amit gondolunk, a másik fele, most nem biztos, pont a fele, de minden esetre nekünk a házasság az nem csak a mi testünknek a kapcsolatát jelenti, hanem az egész lényünknek, tehát a gondolkodásmódunknak, véleményünknek, minden. Tehát addig, amíg nem beszéltem meg valamit a Krisztinával, addig nem lehetett kimondani, hogy ez így lesz, vagy úgy lesz, de én ezt az elején nem tudtam. Tehát több krízisen keresztül mentünk el, jutottunk el oda, hogy most már örülök annak, amikor neki más a véleménye, mert az, hogy egy nőnek a teste másmilyen, annak örülünk. De az, hogy a gondolata is mások, az borzasztó sokszor. Tehát tulajdonképpen annak, hogy én is ki tudjuk egymást egészíteni, hogy gondolataink is különböznek, és ezt a kettőt valahogy egy közös gondolattá kell tenni. De az, hogy krízisek voltak, ez jó. Első krízisnél nagyon megijedtem, hogy most mi lesz. Az abból adódott, hogy minden pici dologból elefántot csináltunk. Például, hogy én ráteszem a fedőt a lábosra, amikor forra leves, vagy pedig nem teszem rá. Tehát ezen jót lehetett veszekedni. És végül odáig jutottunk, hogy minden apróságon veszekedtünk. Sokszor volt, hogy kis párnával a kezünkbe átmentünk a másik szobába, és ott aludtunk. Ami nagyon nehéz volt, hogy a szexuális kérdésekben is nagyon sokat veszekedtünk, és egyszer, akkor egy ilyen ifjúsági közösségbe jártunk. Még azt hozzá kell tenni, hogy igazából emögött az volt, hogy mi egy tökéletes keresztény házaspár akartunk lenni. És mindig azt láttuk, én azt láttam, hogy ő miatta nem működik a dolog. Ő meg az, hogy én miattam, és ezért, tehát igazából ez a tökéletesség volt, törekvés volt, ami szembeállított minket egymással, és most mondjad? Tehát egy ifjúsági közösségbe jártunk, és ott már annyira rosszba voltunk, hogy ő odaült, én meg ideültem, nem is néztünk egymásra, és beszélgetés közben elhangzott egy mondat, hogy ha problémád van a fele barátoddal, akkor nézd meg, hogy milyen a kapcsolatod Istennel, és akkor egymásra néztünk, és rájöttünk, hogy ez a bajunk. Tökéletes keresztény házaspár akarunk lenni, de én például már egy éve nem gyóntam, meg egyáltalán az imádságban is, meg, tehát mindig az volt a fontos, hogy ő rosszul látja. Na, a lényeg az, hogy akkor rendeztük a kapcsolatunkat az egyházzal is, meg egymással is. Most egyébként, bocsánat, hogy jelenleg, az ember felteszi a kérdést, hogy azért 48 éve házasok vagytok, hogyha egy kicsit durvább akarnék lenni, akkor azt is megkérdezem, hogy igazából megszokásban vagytok együtt, vagy tényleg szeretitek egymást. Hogyan tudjátok kimutatni az egymás iránti szeretetet így a hétköznapokban, illetve hogyan tartjátok fenn ezt a tüzet egymás között? Ez pici, apró dolgokban, például ő nagyon szeret beszélni. És sokszor van nem olyan... Nem beszélni szeretek, nem. Elmondani a mélyen szántó gondolatot. Nem ugyanaz, nem ugyanaz. És akkor van, hogy a konyhában én teszek-veszek, és akkor jön, hogy elmondja, és akkor én tovább teszek-veszek, és akkor mondja, hogy hát ha nem hagyod abba, akkor nem tudom elmondani, amit gondolok. Én megmondom neki, de hát a Jóisten úgy teremtette a nőket, hogy többfelé tudnak figyelni, tehát akkor én tudok figyelni most közben is, de hogy üljek le, és akkor az emberben ez tényleg egy erős elhatározás, hogy ez a szeretet egymás felé, hogy akkor én most leülök.
Tehát abba hagyod azt, amit csinálsz. Lemondok az én tervemről, és ezt hát nagyon sokszor van. De egész apró dolgok is vannak, tehát például az, hogy szemüvegesek vagyunk, de sokszor leveszük a szemüveget. És akkor utána jön a Krisztina, hogy hol a szemüvegem, nem találom. Mert szemüveg nélkül nehéz megtalálni a szemüveget, igaz? Nincs külön egy szemüvegkereső szemüvegünk, de minden esetre én akkor járok érdek a lakásban, és hogyha látom valahol a szemüvegét, igyekszem megegyezni, hogy hol van. Menjünk hozzá, ahova ő letette. És amikor elkezdi keresni, akkor mondom, a kerekasztalon hagytad. És akkor ilyen módon megtalálja. Tehát, kis apróságok, igen, lehet. Igen, tehát az, hogy egy kicsi dolgokban is tudok segíteni. Vagy pedig este lefekszik aludni, és akkor mindig az ágyam mellett ott van egy pohár víz, és akkor már leoltanánk a lámpát, és akkor mondom, hogy figyelj, ez a vizet, te tegnap tetted ide, hogy hozok neked friss vizet, és akkor így. De a másik meg az, hogy sokszor nagyon fontos a humor, nagyon sokat nevetünk, meg nagyon sokat beszélgetünk, ez nagyon fontos, meg ilyen pici dolgok, hogy leülünk kártyázni, vagy elmegyünk sétálni, tehát, hogy ezek kellenek, hogy kilépünk ebből a... Hát meg van még egy dolog, hogy amikor először elkezdtünk egyes oktatással foglalkozni, ugye az alsóvárosi szegedi plébánián, de aztán később pedig a foglalás kapcsolódó, most már inkább lehet mondani, hogy elkötelezette fiatalokkal is. És akkor, amikor egy-egy témába fölkészültünk, akkor mindig Isten elé kellett állni, hogy mi hogy vagyunk ezzel. És lelkiismeretvizsgálatot kellett tartani, amit mi mondani fogunk a fiataloknak, hogy ez igaz legyen, ne valami elméletet mondjunk, hanem azt, amit mi tényleg megélünk, és hogy vagyunk. Tehát tulajdonképpen ezek a készülések mindig a mi kapcsolatunkat megerősítették. Tehát többször mi kaptuk ajándékként ezt, többet talán, mint amit mi tudtunk adni. Uh-huh. Hogyan fogjátok amúgy megünnepelni az 50. házassági évfordulótokat? Hát sok baráttal. És már a 45-et megünnepeltük, és az gyönyörű volt. Tehát nem tudtuk azt, hogy hát megérjük-e az 50-et, tehát azért fontos volt azt is, de azért reméljük, hogy most már azért lesz olyan is. Tehát egy nagy ünnep, mert minden, ami ilyen szép ünnep nem csak ránk tartozik, hanem a közösségünkre is, mert tőlük rengeteget kaptunk ahhoz, hogy ne váljunk el, hogy frissen tartsuk a kapcsolatunkat, és azért nekik is ott kell lenni. És még van hát addig 2 évetek, 48 vagytok házasok, úgyhogy hát egyrészt nagyon örülünk, hogy itt voltatok, és tényleg Isten áldását kérjük a házasságotokra, kapcsolatotokra a továbbiakban is, és köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen!